út. Jó, benne van. Te még. Ugye jó, nem? Szeretjük. Egy kipufogó. 12-es. Most leveszem a kipufogó könyököt. Kipufogó dobot már levettük, és lejön itt a leömlő vagy könyök, ki hogy hívja, ugyanaz. Kicsit szorul a spócsolva van, de megvan. Rakom a polcra, többi cuccához, ide gyűjtögetünk mindent. Hozok valami edényt, és akkor leengedjük a fagyállót. Akkor nézzük már bele, hogy volt-e benne víz egyáltalán, és látjuk, mit mondatok. Volt vagy nem volt? Csak, vízet már csak rakott bele az üregnek. Itt játszunk vele, szabályozzuk, és ma mindjárt megnyitjuk apkának a tetejét, és elkezdjük apkálni. Fagyálózom úgy szépen, legalább valami. Egyébként ez a motor, még mindig azt mondom, még mindig egy nagyon jó állapotú. Jó, a kopócuccok elfáradtak, de közelebb hozod a kamerát, és csak gyári bilincsek, nincsenek szétrágatva, gyári csavarok mindenhol. Nincsenek szétrágatva, dekni csavarok se, tehát hogy így ez még mindig egy jó állapotú, többihez képest jó állapotban van főbrészek, úgyhogy ebből még lesz valami. Egy pár millió forintban. Szép lesz markangolva, visszakaphatjuk amit csak lehet, ugyanoda kerüljön vissza. Az alkatrészeit ilyen ládákba szoktam szétszedni, és akkor azt is rakom oda a többi cuccához mindent. Ne kavarodjon össze semmi. Ez jó anyag lesz szerintem, nem? Jó. A magyar motorpiac. Ezért hozták gyújtás problémával azt. Fullgenerál. Hát még nem gyártam. Ez bitfejes sztori lesz. Hűtős, csövestő minden este. Visszük a többi cuccához. Akkor azért műtengelyeket ki. Egyik. Másik. Na, itt az eleje már ki van szabadítva, mint látjátok. De még ott van a karburátor, amit én nem bírnánk a hengerfejet levenni. Úgyhogy lebuktatjuk a segédvázat, hátra jön a karbi, és akkor lebírjuk venni a hengerfejet. Ez a tervezet. Nyilván, mondanom se kell, hogy már nem ez az első eset, hogy ilyen motort újítok fel. Nem is tudom hányat újítok. Ilyenből rengeteget. Rengeteget. És akkor mit mondták, Kawasaki-Suzuki kooperáció ez? Ez egy Kawasaki-Suzuki összvér. Össze dugták a kis fejüket, a japók. Hát, több-kevesebb sikerrel. Ezeket ki kell venni, az alsókat elég csak meglazítani. Ugyanez a szisztematika. A torkot le kell lazítani, ennek nagyon szépen el van dugva itt a bilincse. Ott van. Ezt mindig jó ki kell lazítani, teljesen tudjon annyit engedni a bilincs. A mozdulattal, ami nem is lesz annyira finom, el kell kezdeni, kifeszíteni. Nem akar mit. Töké, így már lejön a fej. Valami tippet is adjunk. Már azért ezt a volumenű szervizt inkább bízzátok. De kell szakember. Most egyetlen egy darab szakembert sem látni. Mikor érkeznek? Itt vagyok én. Nem kérde szakember. Ne fogjatok neki ott, ha nincs tapasztalatotok, mert munkadíj árát többszörösen rá lehet költeni alkatrészre, valami nem úgy sikerül. Volt már rá példa, hogy valaki otthon nekifogott, aztán itt kötött ki háromszor annyi gondol. Ezt fogják be a blokk tetejét hengerfejnél, ugye a vázba, ez rögzíti. Csarmat visszakaphatjuk. Meg volt menet rögzítőzve, ezt jól csinálták, mert ez ki szokott lazulni. Ó, volt. Volt anyag. Menetrögzítő. Ja. Kikötve. Ki van minden kötve. Egyetlen egy dolgunk van még. Csavarokat kilazítani, amik lefogják. Azt a kurveget, ez füstöd. Azt a kurveget, ez füstöd. Kurva, ez füstöd. Ez füstölt. Gyerekek, ez kell a próba. Vigyázz megettem. Olyat roppant. Ez durván szólt. Ezt kihagytam. Azt már mindjárt. Aha, és itt bele volt korrodálva. Nyomokba rozsdát tartalmaz. Hogy nyomokba csavar tartalmaz. Jól raktam a króvát. Kicsit kereső? Aha, ezt a piros ne is szart. Alikám? Eltűnt? Azért nincs, ott nem raktad le. Hm? Majd aki másik, ez lenne rossz. És nagyobb az erőkarja. Itt van fent rajta. Kibaszott króvát! Azt! Hát, ez kegyetlen volt. Mondom, messé lesz meghúzva. Akarsz ennél jobb anyag? Bombás. Kíváncsi leszek, milyen meglepetést fogadott lenni. Az a szűrő, amit küldtél képet, nem tudom, mi tövet meg. Ez önmagát megette. Főszobája. Önmagát elpusztította. Jó, most jönnek a fő csavarok, amiket 12 fogni. Ennek nagyon komoly szinteken neki látunk. Már lehet, hogy annyit segíteni, hogy a motort meg kell fognod, mert ez el fogja bazik szerintem fordítani. Azon a nagy bolond nyomat egy kúrkat. Halombának a szélszerszáma, halomba. Előkaptam a nagyobb King Tony nyomatékkulcsot. Itt pedig nem szabad egyből föllazítani, mert nem is tudom, hogy én ezeket a műhely titkokat elmondjam-e. Majd kivágjuk. Ja. Lehet, hogy ezeket jobb is, ha nem mondom el, mert akkor túl jól megcsinálják ottan is, mi? Hoppá, gyerekek. Ezt valaki jobba kente zsírra. Persze úgy látom, nem is olyan rég, le volt bejött. Mik derének ma még ki? Komolyan, mint egy bűnügyi krimi. Hát ez az. Mindenre fénykog. Big Brother vagy. Nagy testvér mindent lát. Big Pali. És persze milyen gyerekek voltunk még akkor. Ez az első geci volt. A legjelentősebb momentum. Úgy lehet, hogy csak felég bírom majd levenni. De így kifordítjuk. Tadá! Tadá! Mi ez a sok szar benne? Ez? Ez homok. És ez hogy került bele? Majd német Atit is kérdezzük meg, mit lesz megint. Begörbíti a razót? Megint csak? Úgy tényleg. Ez ilyen homok. De mit keres itt? Hopp! Tiszta a szűr. Úgy lehet, csak most cserélték ki. Leveszek, kifújhatom. Több a homok, fasz meg, mint a fizék. Vagyok esetleg? Meg csak valamilyen homok. Hogy? Na. Látszik. Az annyi homokot maga vagy, srácok, pedig most tiszta a légszűrő. Most srácok, ilyen rossz hengert nem minden nap látunk. Tehát az, hogyha most megnézed, full tiszta a szűrő, így van? Egy új szűrő. Csak az a baj, hogy ez valószínűleg nem így volt mindig. Sőt, 1000%. Mert ezen a hengeren jóformán kitörölgettem, ezen a hengeren jóformán nincs nikaszín. Hát ez nem tudom, nagyon érdes a felület, megmérjük a méretet, aztán meglátjuk, hogy lehet-e honolni, de nem valószínű. Mert itt is olyan marás van benne. Ez látszódik az a nagy izé? Igen. Csőd. Azaz, kiadja. Nagyon szépen kiadja. Le kell venni a dugót, és majd még megnézzük itt, tehát a szerepek azok szerintem katyák. Majd kiderül. Tancsi, mint azért jönnek a meglepetések, nem? Próbáljuk ezt úgy kultúráltabban beleönteni. Hopp! Úgyis ez a szerep oda van, az egyik. De hogy mennyire folyik, arra vagyok kíváncsi. Itt nézd csak, maga itt fogja. Ha így rossz, akkor itt szivárok, könnyezzik. De egyébként maga a szerep amúgy lezárt, csak hát... ezek a kipufogó szerepek. Kiderül, hogy még a titán van-e benne, vagy már cserélték a szerepre. Titánium szerepnek az a baja, bizonyos óra után váratlanul leszakad. És ha leszakad, akkor szétvisz mindent. Volt már itt nem olyan rég egy, hát a Gotinak volt, az Olinak az egyik Kawasaki-ja, amelyiknek leszakadt a szerepposzt vége lett. Na ez már nagyon folyik. Hát szólik. Ömlik, gyerekek. Az igen. Kuka. Kurva nyelv, az ujjam pont belebasztam a sebbe. Mi esélye volt, hogy pont ugyanoda. Ugye ennyire jön fel a szar, bazen azt nem bírom kibaszni ezt a kezét. Ilyen szopó. Egyszerűen én ráhagyom már. Mindjárt bedobom a törőközőt egy jóra. Hoppá! Egyszerűen elkaptam, de szikről. Na sziasztok srácok, újabb gyönyörű napra vírat, mindjárt kész a kávé, aztán indulok is Palihoz, folytatja a KX-nek a szétbombázását, igazság szerint atomjaira összeszedve az egész blokk, úgyhogy egész izgalmas részre számíthatok, tartsatok velünk, hogyha van kedvetek. Ugyan itt egyébként bérelhető terautók, mindenfelé. Ott a tacsi. Isten, ez hozzá. Jó napot! Jó reggelt! Kis azi. Na csá. Na pálya. Szerintem szép, bombázzuk. Bombasztik. Mindjárt rakom izét. Gimbalt. Mennyiségükbe eltérhetünk, hogy többet eszek. Az nem baj. Nem tudom, hogy egy olyan normál tábla, amit úgy gondolsz, hogy megbírok én. Tudod. És akkor úgy. Jó? Ja? Aztán bele a fehérjét össze kell kavarni, aztán... Van zabozó? Aha. Négy! Így is fogytam már, adtam le, bazd meg. Na, már fogytam. 72-70,3 elementem. Na. Két nap motorozás. De ez volt rá taktak. Kilőtt 10 éve javítva. Na, kicsiket is megbírtátok csinálni? Aha. Hol? A lánga? Aha. Bazd meg. Az hallod 10 éve. Marsán. Akkor jó volt a motorozás is? Hát nem volt a pálya olyan fasz amúgy, de így le kell elmenni. Hát és neki jó volt, nem? Ja, fájt már végre várom, nem dödös volt, bazd meg. Rakom fel erre az állványra. Még profibnak látszunk. Azért is fiam. Nem már gyerekek, hát izé billeg oda-vissza, amikor szereli az ember, vagy ilyen. Nem ilyen dolgok. Nem, hát mindenekben van, hogy anyja, a miértje, nem úgy van ez. És már csorog is. Már csorog is, látod? Tárcába becsorog. Mit szoksz te ezzel? Megőrülök. Hogyha tetszett a videó, ne felejtsetek el feliratkozni, valamint megnyomni a kis csengőt, hogy értesítést kapjatok, hogyha új videó kerül fel. A megosztásokat, a lájkokat előre is köszönjük, és hogyha bármilyen megjegyzésetek, ötletetek van, nyugodtan írjátok le nekünk a komment szekcióban. A következő résszel a jövő héten találkozunk. Sziasztok!